Minél erősebb a bevándorlás és az iszlám nyomása, annál erősebb a terrorizmus veszélye, jelentette ki Lázár János csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján, titkos szolgálati információkra hivatkozva. Lázár János kiemelt feladatként hivatkozott a határátlépési pontokhoz érkezők szigorú ellenőrzésére és a határok védelmére. A miniszter arra is kitért, hogy az iszlám állam célba vette Magyarországot, és a kormánynak fokozott a felelőssége, hogy minden magyar biztonságát garantálja. Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak, hogy az ország határainak védelme az kifejezetten erős legyen. Meggyőződésünk szerint, amelyet mind a hazai, mind az európai titkosszolgálati információk megerősítenek, igenis a bevándorlás és a terroristák között szoros összefüggés van. Amióta Európában nő a bevándorlás, nő az iszlám nyomása Európára, azóta fokozódik a terrorizmus veszélye és a terrorcselekmények veszélye. Minél nagyobb a bevándorlás, minél erősebb az iszlám nyomása, annál nagyobb a terrorveszély Európában és Magyarországon is. A tárcavezető arról is beszámolt, hogy mintegy 1000 önkormányzat foglalta határozatba, hogy támogatja a kormány kvóta ellenes törekvéseit. Szegedre utalva ugyanakkor felvetette, hogy hány olyan település van, amely Brüsszellel tárgyal és be akarja fogadni a migránsokat.